Az emléknap keretében a vendégkórusok a helyi Szentgyörgy-plébánia templomban léptek fel. Tulipán Leány kórus, ők Rimóci játékokat énekeltek, a Török Szegfű asszonykórus, ők tiszai dalokat, mi pedig a Buzavilágvegyes kórus Zélich Klárának moholi népdalokat hoztunk. A Kultúrotthon előcsarnokában kiállítással várták az érdeklődőket, az asztalokon megtalálható volt Klári néni hagyatéka is. A szervezők elmondták, hogy a helyiek közül sokan nem emlékeznek már a moholi népdalgyűjtőre. Szemben álltunk egy olyan problémával, hogy van Moholon nekünk egy nótafánk, akit mindenhol ismernek szinte, ahol csak magyar szó elhangzik a világon, csak éppen Moholon nagyon teledésbe merül. Az eseményen Sutus Áron, a Magyar Összefogás Lista jelöltje elmondta, hogy ahogy a magyar közösségek erősödnek, úgy egyre több hagyományápoló rendezvény születik, ezért a jövőben is igyekeznek támogatni ezeket az eseményeket. Mindig a legnehezebb az, hogy olyanról emlékezzünk meg, méltóképp, akik a közösségünk megbecsült tagja volt. Mindig nagyon fontos az, és hát egy-egy településen egyedülálló, hogyha egy nemrég elhunyt, de a közösségnek sokat jelentő szeméről nem feledkezünk meg. Vlasics Károlyné Zélich Klára, moholi nótafa, 90 éve született.